a tanító Jézus, Mária a gyermek Jézussal, a szent angyalok. Csak néhány azon ikonok közül, melyek megtekinthetők a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskolán kedden nyílt kiállításon. A tárlat a festett teológia címet viseli, utalva arra, hogy az ikonok nem csupán egyszerű festmények. A festett teológia azt jelenti számomra, tehát azzal a hirdettük meg, én adtam ennek a kiállításnak a nevét, hogy maga az egyházon belül az ikonok, azok mindig tanítanak. És az ikonon belül meg teológiai magyarázat van hozzá, tehát ikonográfia, akár a színek, akár egy kéznek a tartása. Azt tudni kell, hogy maga az ikon az úgy lehet mondani, hogy parasz biblia. Az emberek nem tudtak írni, meg olvasni, és ahogy bemegyünk egy katolikus templomba, görög-keleti templomokba, kell elképzelni, hogy a napi evangélium az mindig meg van festve, és ki van téve rögtön a bejárat elé. Tehát, hogy aki belépett régebben is a templomba, tudta, hogy miről fog szólni a prédikáció, tudta, hogy mi lesz az evangélium. A kiállításon pontosan 100 ikon tekinthető meg. Ezek közül csupán 14 Tarzíciusz testvér alkotása. A többi tanítványai, illetve a mester által évente többször is megrendezett ikonfestő táborok résztvevői festették. A számos alkotó is azt mutatja, hogy az ikonfestészet az utóbbi időben a reneszánszát éli. Ez egy nagyon fontos jelenség, hogy az emberek újra nyitottak a mélységre, az Isten üzenetre. Nem csak a bőrünket bizsergető spiritualitásra, hanem a mélységre. Ez nem biztos, hogy tömegeket indít el, de hogy egyre nagyobb számban van erre fogékonyság az emberekben, ez nagyon fontos. Az ikonok üzenete mindig titkos, rejtélyes és megfejtendő, nem olyan könnyen adja magát. A Jézus ima is látszólag egy nagyon egyszerű dolog, de hihetetlen mélységet rejt. Sok energia, sok odaadás, elszántság, adott esetben aszkézis, bőjt szükséges ahhoz, hogy ez a titok megnyíljon. Az ikonkiállítás október 31-ig várja a látogatókat a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskolán.